41.250 méter. Még kimondva is szép távolság, de 5 nap alatt 4 versenyszámban leúszni igazi embert próbáló feladat. Hosszú távú szong Székely Dániel mindezt teljesítette a Glasgow-i Európa-bajnokságon, ráadásul remek eredményekkel. Ismerjék meg a Fradi egyik legkeményebb sportolóját. Még 9 éves koromban kezdtem el úszni, sőt, hát nagyon sokszor még viccelődünk is azon, hogy szüleim, amikor levittek babaúszásra, valószínűleg onnan indult el ez a víz szeretete nálam. 2004-ben Budafokon váltam igazából versenyúszóvá, ott az akkor alakult egyesületbe csatlakoztam először. Mindig is a hosszabb távok vonzottak, az ment jobban a medencébe, és mindig 800-1500 méteren versenyeztem. Majd 2012 környékén sajnos volt egy vállsérülésem, ami elég sokáig elhúzódott, és hát ott fontolgattam azt is, hogy talán abba hagyom az úszást. Ahogy ez a vállfájdalom így enyhült, utána váltottam a nyílt vízre. A mostani edzőnk, Utasi Gergő javasolta, akkor még ő is aktívan sportolt, válogatott nyílt vízi úszó volt egyébként. Az első versenyem az medencében volt, egy 5 kilométeres verseny, és úgy lettem első a korosztályomban, az abszolút kategóriában pedig harmadik, hogy pont a Gergőt sikerült megvernem. A hosszú távú versenyeket medencében és nyílt vízen rendezik, Dani egyéniben 5, 10 és 25 kilométeren indul, de a nagyobb világversenyeken mixváltóban is rajthoz áll. Természetesen, ha az óceánban vagy a tengerben úszik, az mindig nagy élmény számára. Nagyon szeretem azt, hogy igazából a versenyek többsége nagyon-nagyon jó helyeken, szép helyeken vannak. Úsztam például Rióba. Még az olimpia előtt volt egy ilyen olimpia tesztverseny, és oda sikerült eljutnom, és hát nagyon csodálatos helyszínen ment a verseny, és amikor már ott a 5. kilométer környékén úsztam, akkor vettem észre, hogy egyébként onnan bentről a vízből még szebb így a táj, úgyhogy ezekkel azért egyébként könnyebb leúszni azt a 10 kilométert, hogyha ilyen szép helyen vagyunk. Verseny közben rendszeresek a testest elleni harcok, ütközések, de mindezek mellett Daninak még sok nehezítő körülménnyel is meg kell küzdenie. Úszunk 3 igazán emlékezetes történetet is elmesélt. Életem első nyíltvízi versenye, ami tengerben volt Törökországban, az egy olyan verseny volt, hogy gyakorlatilag beúsztunk 100 métert a parttól, és körbenéztél a víz alatt, és nem tudtam merre elúszni, mert mindenhol medúzák voltak. Életem első 25 kilométerén történt, amikor a verőfényes napsütés és a szakadó eső és szélvihar váltogatta egymást gyakorlatilag fél óránként. Úgyhogy hát nem tudom, kinek volt rosszabb, nekem, vagy pedig a pontonon álló edzőmnek, aki gyakorlatilag kicsit elázott. Rióba volt ezen a már említett olimpia tesztversenyen, ahol hát pont egy szeles napot fogtunk ki, az óceán ott amúgy is kicsit hullámosabb, és hát ezen a szeles napon gyakorlatilag ilyen 5-6 méteres hullámok voltak, dobálták rendesen az embereket és a mezőnyt is, úgyhogy ahogy elindultunk, igazából egy percig se tudtunk bolyba úszni, gyakorlatilag szétszette a mezőnyt a nagy hullámok, és semmit nem láttunk a pályából, meg a bójából se, úgyhogy csak így emlékezetből megpróbáltuk kitalálni, hogy merre kell úszni. És emlékszem, a táp felénél egyszer meg is álltunk, és mindenki bevárt mindenkit, és elkezdtünk beszélgetni, hogy oké, de most hol a pálya, tehát hogy merre kéne mennünk, senki nem tudta. Akkor a reggeli kelések, a sok utazás és verseny miatt Daninak szinte minden idejét az úszás tölti ki. Nagyon sokszor elmondták gyerekkoromban, hogy nem vagyok egy tehetséges úszó, és hogy azért nekem nagyon sokat kell majd edzenem ahhoz, hogy elérjem azokat a célokat, amiket kitűztem magam elé. Már a gimnáziumot sem tudtam elvégezni úgy, hogy bejárjak rendesen, tehát magántanulóként kellett folytatni. Ezáltal ugye az osztálytársakkal, a barátokkal is kicsit kevesebb időt tudok tölteni. Én azért szeretem nagyon ezt a sportot, és azért csinálom, mert imádok új helyeket megismerni, imádok utazgatni, szeretek edzésre járni, szeretem a közeget, amiben vagyok, úgyhogy szerintem ezek a dolgok azért valamelyest átmutolnak. Az Európa-bajnoksága 17 fokos víz és a szeles időjárás ellenére nagyon jól sikerült az FTC versenyzőjének. Úszunk 5 kilométeren 10., míg 10 és 25 kilométeren egyaránt a 14. helyen végzett, de maradt benne hiányérzet. Ez volt az első olyan világverseny, ahol ezt a neoprén ruhát használhattuk, és hát a szervezetemnek kicsit új volt a dolog, hogy a testem egyébként
melegben volt, nem érezte a hideget, a fejem meg a végtagjaim meg már úgymond lefagytak. A csapatversenyt kicsit sajnálom, ahol ugye kizártak minket, de szerintem lesz még alkalmam úszni a későbbiekbe, ez még bőven a pályafutásom eleje szerintem, én legalábbis még úgy gondolom. Úgyhogy remélem, hogy tudok majd javítani még ezen is. Székely Dániel a jövő embere. A sportága nemzetközi sikereknek köszönhetően egyre felkapottabb Magyarországon, ráadásul Dani rendszeresen tagja a magyar válogatottnak, így ott van a legnagyobb versenyeken. Ezeknek és kitartó áldozatos munkájának köszönhetően egyre közelebb kerül nagy céljához, a 2020-as tokiói olimpiai szerepléshez.